Hát boldog karácsonyt így utólag is, kedves gőzlérek és zsíros gőzökben gazdag 2020-at kívánok nektek. Nagyon finom aromákkal, remek készülékekkel, valami egészséges és normális véperek számára kitalált szabályozással, és nem pedig minket korlátozó démonizálással. Reméljük ezt hozzá a jövő, bár a jelek azok egészen más mutatnak, de ti ne csüggedjetek, hanem vépeljetek nagyokat, és örüljetek annak, hogy leszoktatok a dohányzásról az e-cigaretta segítségével, a vaporátorok segítségével. Hát, nagy volt rajtam a nyomás, megmondom őszintén részetekről, többen is kértétek, hogy azt a bő egy évvel ezelőtti kedvenc dohányos aromáim listát, azt így az elmúlt hónapokban megtapasztalt, megízlelt dohányos aromák alapján egy kicsit bővítsem ki, egészítsem ki, vagy mondjam el, hogy én most általában miket szívogatok, miket szeretek igazából, melyek az én kedvenceim. Össze is állítottam ezt a listát most itt nektek, de én nem szeretnék influencer lenni, és ebben a témában pláne nem akarok az lenni. Iszonyúan szubjektív az, hogy ki mit szeret, ki mit kedvel, mi jön be neki éppen. És hát vannak már olyan gőzlér barátaim, akik például remek iránymutatónak tartanak abban a tekintetben, hogy ami a gőzlér parasznak tetszik, olyat ők biztos nem fognak vásárolni, mert nekik pontosan az nem jön be. Tehát ilyen is van, tehát ízlések, különbözőek vagyunk, tehát nem nehéz ezt így elmondani. Amit én ezen a csatornán az elmúlt időszakban is aromatesztekben igazából próbáltam nektek elmondani, az, hogy nagyjából milyen ízvilágot képvisel az adott aroma, illetőleg, hogy mennyire minőségi ez a termék, tehát érdemes-e vele foglalkozni, érdemes-e azt megvásárolni egyáltalán. A lényeg, hogy azért, mivel kértétek, mégis megcsináltam ezt a listát, de már most leszögezném, hogy indítok egy kérdőívet, remélem, hogy sikerült egy jó kérdőívet választanom, ez a Google-t hívtam segítségül, amelyben nem csak én jelölhetem meg azt, hogy melyek a legfinomabb általatok leginkább kedvelt dohányos aromák, és szavazhatok rájuk, hanem ti is hozzáírhattok gyártót és aromát. Remélem, hogy sikerült ez a kérdőív, én nem csináltam még ilyet, de itt a videó alatti leírásban megtalálhatjátok a linket, amelynek segítségével ti magatok is megírhatjátok azt, hogy számotokra melyik a legkedvesebb dohányos aroma. Arra kérnélek titeket, hogy azért nagyon tágan ne értelmezzük ezt a dohányos történetet. Jó, nálam is belefér egy-két csonthéjas, aminek olyan analógos íze van az én listámba. Természetesen azok is beleférnek, tehát valamilyen mogyorós dohányos feeling, vagy ehhez hasonlók, desszert ízek. Abban az esetben, hogyha nem a desszert íz a tulakodó benne, hanem a dohány, és csak egy kicsit meg van bolondítva mondjuk egy gyümölcsös történettel, tehát egy cseresznyés dohány, vagy barackos dohány, vagy ehhez hasonló, az természetesen belefér, de mindenképpen ügyeljetek arról, hogy csak olyat írjatok, ahol a dohány a domináns, és leginkább is az igazi analógos dohányos ízeket várom majd tőletek is ebbe a listába kiegészítésként. Természetesen, hogyha a listában már látjátok a személyes kedvenceteket, akkor azt jelöljétek be, szavazzatok rá. Azt hiszem, hogy úgy sikerült beállítanom a listát, hogy egy ember több aromára is szavazhat, és a cél az, hogy megválasszuk 2020 legfinomabb dohányos likvidjét, amit ti szerettek a leginkább. Én szerintem, persze ez a szavazatoktól függően is, január végéig fog tartani ez a szavazó lehetőség, és utána fogjuk majd kiértékelni az eredményeket. Ha már az eredmények kiértékelésénél tartunk, akkor egy nagyon érdekes statisztikát szeretnék kielemezni egy korábbi közvéleménykutatást a Gőzlérparaszt YouTube oldalán. Én még erről azt hiszem, hogy nem beszéltem, de lényegileg 93 szavazat érkezett tőletek, hogy milyen ízeket kedveltek leginkább elködölni,
és ezek közül a 93 szavazat közül következőképpen oszlik meg az eredmény. A legtöbben a gyümölcsös likviteket szeretitek, hiába, hogy egy ilyen dohányos aromákat preferáló vlog a gőzlérparaszt, ahol ráadásul ugye az MTL vépelést részesítjük előnyben, ennek ellenére 61%-otok mondta azt, hogy gyümölcsös egy szív. Számomra ez nagyon elképzelhetetlen, és nagyon, nagyon nehéz ezt fölfogni, bár én is szívok néha gyümölcsösöket, de főleg DL-ből, de mivel DL-ezni ritkán DL-ezek, ezért nálam elenyésző százalék az, hogy én mikor használok gyümölcsös aromát, vagy gyümölcsös ízesítésű likvidet. 31%-otok dohányost szív, tehát közel az egy harmada a közérparaszt csatorna nézőinek, vagy a válaszadóknak pontosabban a dohányos ízeket kedveli. Ez egy kicsit megnyugtat, hogy azért mégsem volt az én munkám annyira hiába való. Csontfiásokra mindössze 1%-nyian voksoltatok, és a desszert ízekre 6%-nyian. Italos, üdítős ízekre pedig senki nem adott választ, úgyhogy ez nálatok annyira nem gyere be kategória, de azért örülök annak, hogy tényleg sokan szeretitek a dohányos ízű likvideket, mert szerintem, bár ugye nem dohányzás, amit mi művelünk, de azért mégis a legtöbben onnan jöttünk, abból a világból, és bár régen is elszívtunk egy-egy cseresznyés szivarkát, vagy vaníliás cigarillót, vagy valami ehhez hasonlót, de azért alapvetően, vagy viszkis pipa dohányt, de azért leginkább is az igazi dohány élvezetét kerestük, és keressük ma is ebben a történetben, a vépben, a ködben. Úgyhogy most én összeállítottam egy olyan dohányos listát, amiben a fő szempont az volt, hogy az elmúlt időszakban a kis aromatáramból leginkább milyen ízeket kevertem meg a leggyakrabban, mely ízek adtak a leginkább élményt, és ez szerint alakult ki. Most már nem egy top 9-es lista, mint korábban, mert korábban csak 9 kedvenc dohányos aromát tudtam felsorolni, most ebbe a 15-be is nagyon nehezen tudtam eldönteni, hogy mi férjen bele, hiszen hál' Istennek az elmúlt időszakban rengeteg nagyon-nagyon finom aromával találkozhattam, és ezt köszönöm szépen a csatorna támogatóinak is, meg nektek is, mert ebben a ti részetek is benne van, hogy megindult egy olyan kommunikáció közöttünk, hogy több nagyon jó tippet adtatok, és ennek köszönhetően én magam is megismertem olyan figyelemre méltó aromákat, amelyeket azóta is rendszeresen vásárolok, és rendszeresen használok fel a likvidjeim elkészítésénél. Szóval, csapjunk bele a listába, a 15. helyen ott van a Black Note, ez a máltai csoda, az igazi dohánylevelekből kivont ízek gyártója, többször is szerepelni fog ebben a listában. A Havannát tettem a 15. helyre, ami egyáltalán nem szivaros feeling a neve ellenére, hanem egy nagyon jó analógos élmény. 14. helyen ott van a Flavorist, ez egy berlini gyártó, akik nagyon jól eltalált desszertízekkel kombinálnak. A Tabak Royal az, ami eléggé fogyós volt az elmúlt időszakban nálam, nagyon megszerettem ezeket a kellemes, enyhén desszertes, inkább analógos ízeket. Nagyon sok érlelést kívánnak, és utána zseniálisak lesznek, tehát érdemes a Flavorist-tel is foglalkozni. Egy régóta ismert gyártó van a 13. helyen, és annak egy számomra viszonylag új terméke a Smooth Western 2-es, és ez a Vampire Vape, akik ezt elkövették, és zseniális, nagyon kellemes, kicsit édes kisebb dohányos aromájuk belopta magát a szívembe már régóta. A 12. helyen egy szlovén gyártó szerepel, nekem nagyon javasoltátok a Buffalo-t, többen is, hogy nagyon szeretitek az Egoist-tól, és aztán én rádöbbentem arra, hogy nekem a Billy the Kid jön be, úgyhogy egy ilyen Billy the Kid rajongó lettem. Én általában szeretem az ilyen megosztó, drasztikus aromákat, a Billy the Kid ilyen, úgyhogy nekem ez lett a kedvencem. A 11. helyre a Drake's-nek az angol igazi aromagyártónak, tehát szintén dohánylevelekből extraháló társaságnak is bekerült a Balkán blendje. Ők nagyon finoman bánnak a latakiával, elfogadhatóvá, elviselhetővé teszik ezt a durva pipa dohányízt, és a Balkán blend egy igazi, nagyon kedvelhető, nagyon különleges aromája lett a Drake's-nek, úgyhogy ezért ők kerültek fel a 11. helyre. 10. helyen
szerepel az első olyan aroma, ami a korábbi listában is benne volt, a korábbi 9-ből, azért ha jól számolom, 1, 2, 3, 4, 5 megmaradt a top 10-ben. Igaz, hogy más helyekre keveredtek, valamelyik előrébb mozdult, valamelyik hátrébb, tehát hogy változik az embernek az ízlése. A 10. helyen szereplő Sinfonit az Inaverától, ettől a lengyel gyártótól, korábban a 3. helyen rangsoroltam, most csak a 10. helyre fért fel. Nagyon szeretem ezt a enyhén diós, de igazából nagyon egyedi ízű aromát, viszonylag gyakran most is megkeverem még, de azért a Black Note-ok, Drake's-ek, Flavorist és egyéb termékek úgy eléggé kiszorították az éppen üres megtöltésre váró flakonokból ezt az aroma fajtát. 9. helyen is egy olyan aroma szerepel, amely korábban itt volt a top listámban, igaz, akkor az 5. helyen. Most 4 helyet hátra csúszott a TPA-nak az M-type-ja, szintén egy nagyon megosztó aroma, nagyon kellemes, nagyon szeretem, nagyon durva íze van. Legutóbb is ott részleteztem, hogy mennyire szerelmes vagyok az M-type-ba. A szerelem nem múlt el, kicsit megfakult. 8. helyen ismét egy Black Note aroma, a Kentucky, ami bár tényleg nagyon, nagyon bele lehet szeretni, hogyha az embernek van türelme kivárni a 2-3 hetes érlelést is akár, akkor jönnek ki leginkább az ízei, és lehetőleg valami igazi jó MTL tankból, ami kihozza az ízeket, ott lehet megismerni a Kentucky-nak azt az ezernyi nagyon finom analógus ízét, amit hogyha szerintem ilyen gyümölcsös ízekkel elnyomsz, akkor az ízlelő bimboidat el is tompított. Tehát az igazi dohányos élvezetek valahol itt kezdődnek a Black Note-nál, úgyhogy a Kentucky-t mindenkinek nagyon nagy szeretettel javaslom. 7. helyen a Flavorist-nek a Havana Royale-ja szerepel. Ez annyira egy izgalmas és fantasztikus aroma, hogy nálam már el is fogyott egy longfill, nagyon hamar, nagyon gyakran nyúltam a flakonhoz, hogy újra töltsem a kazánjaimat, úgyhogy ezt sikerült elgőzölnöm, úgyhogy gratulálok, aki kitalálta a Havana Royale-t, tényleg egy fantasztikusan finom aroma lett. 6. helyen egy általam teljesen véletlenül felfedezett aroma szerepel, ez az E-Juice Makers, vagy a Chemist, vagy a Chef's Flavors, nem tudom igazából, ki a gyártója, de majd írjátok meg kommentben, ha ti tudjátok. A Southern Smoke, vagyis a déli füst. Számomra ez egy 12%-os, 12%-ban megkeverendő aroma, számomra óriási élvezetet nyújt, viszonylag rövid érési ideje van, néhány nap után már egészen jól kijönnek az ízei és fogyasztható. Egy imádnivaló, igazi analógos élmény, de azért egy picit desszert ízről van szó, tehát nem olyan durva, de sem a desszert íz nem tolakodó, sem a dohányos, hanem megtalálták a mixelők azt az igazi összetett ízt, amitől úgy valóban jó lesz egy dohányos likvid. Szóval a Southern Smoke ilyen pöpec. Az 5. helyen pedig a Nova Liquids-nek a Boba klónja szerepel, a Bobas klónja pontosabban, így hívják ezt a csodálatos aromát, amely az Alien Visions csodálatos Bobas Bounty-át próbálja utánozni. Nemrég kaptam Aliens Vision Bobát, ez a remake, az újragondolás, vagy talán az eredeti receptúra, nem tudom, de már nem ízlett annyira. Lehet, hogy már más kazánokból szívogatom, más lett az ízlésem. Nekem most már inkább a Nova Liquids-nek ez a bobája jön be, hogy igazából. Úgyhogy ezt az aromát nagyon gyakran fogyasztom, rengeteg fogyott belőle az elmúlt időben. Úgyhogy továbbra is boba rajongó vagyok, ha nem is annyira, mint korábban, hiszen korábban az első helyre hoztam a Bobas Bounty-t. Most a Nova féle boba klón már csak itt az 5. helyen szerepel. Hát a listában most két Black Note következik a 4. és a 3. helyen. Hát most így utólag lehet, hogy megfordítanám a sorrendet, de most ahogy leírtam 2 héttel ezelőtt ezt a listát, vagy lehet, hogy volt már 3 héttel ezelőtt is, úgy fogom elmondani. 4. írtam a Cavendish-t, és 3. írtam a Virginia-t. Hát a Cavendish talán néha még az első helyre is följön, Black Note-ok közül talán ezt szeretem a leginkább. Érdekes, hogy először talán még a teszt során sem emeltem ki annyira az izgalom. Mai teszt talán amiatt is volt, hogy a tesztet azt hiszem, hogy 1 hét után csináltam meg,
Ennek az aromának tényleg nagyon sok idő kell az éleléshez, sokkal később visszakerült ugyanabba a kazánba, és hát frenetikus élményeket adott. Emlékszem, az Ősvezértéri metróból jöttem ki, éppen ott a Fehér útnál, és ott beleszívtam, és valami fenomenálisnak éreztem, és ez a szerelem azóta is tart, tehát a Cavendish így keveredett a negyedik helyre. A harmadik helyen álló Virginia, szintén egy nagyon megosztó aroma, bár a Virginiák nem szoktak olyan durvák lenni, és a Drake's-nek például, ahogy említettem, is sokkal finomabb, lágyabb a Virginiája, nekem az nem ízlik, én szeretem a drasztikus analógos élményeket, a Virginia ilyen, úgyhogy aki ilyesmire utazik, az mindenképpen a Black Note-nak a Virginiáját azt szerezze be, mert óriási, fantasztikus élményt tud nyújtani. És akkor már itt vagyunk a dobogón, a második helyen egy régi nagy szerelem szerepel, a Red Passion. Mostanában nagyon-nagyon szeretem ezt szívogatni. Megmondom őszintén, hogy azért is, mert az ember azért megunja az igazi dohánylevélből készült aromák által okozott kokszolást egy idő után, vagy vannak olyan élethelyzetek, amikor nem tudsz naponta vattázni, tekerést cserélni, vagy tekerést kiégetni, kazán tisztítani, és hát ezek bizony kokszolnak, úgyhogy a hétköznapokra kellenek ezek a természetazonos aromákból készült likvidek, és hát például a Mystic Juice, ugye egy ősi magyar gyártó, akik már ugye Angliába kitelepültek, de azért még a termékeiket most már aroma formájában is lehet kapni Magyarországon, többféle változatban is. A Red Passion a Liquid Hall kínálatában egyébként Tobacco Red címen szerepel, teljesen tök ugyanaz az aroma, és nagyon szépen köszönöm Miklósnak, hogy fölhívta a figyelmemet arra, hogy ezt olcsóbban is be lehet szerezni ugyanazt a minőséget. Egy nagyon érdekes, enyhén, engem ilyen picit ilyen citrusos fennhangokkal, de nem ízekkel. Tehát nagyon dohányos, nagyon klassz, nagyon szerethető, de egy ilyen picit ilyen citrusos, sütis fennhangjai vannak a Red Tobacco-nak, de ez egy igazi dohány. És nálam most jelenleg ez az egyik leggyakrabban megkevert aroma. Ez korábban is szerepelt a listában, akkor a negyedik helyen volt, most följebb került a második helyre. És az első helyen a korábbi második szerepel a Solubnak a satánja. Ezt az aromát én szerintem 5 évvel ezelőtt az Eagle Talonban próbáltam ki Tamásnak a biztatására, és hogy sült gesztenye ízű cucc. Hát a sült gesztenyét a mai napig nem érzem benne, mondhatnám egyáltalán nem, viszont egy olyan fantasztikus dohány ízt vérek kiszűrni ennek a francia egyébként élelmiszeripari aromákat gyártónak a termékéből, ami nálam egy ilyen tényleg örökös kedvenc lett, és hiába kóstolok bele a legeslegfinomabb igazi dohánylevelekből készült aromákba, érlelem őket, szeretem, rajongok értük tényleg, de a Solubnak a nimbuszát semmi sem tudja visszaszorítani. Nálam a satány az én ízlésvilágomnak egy olyan szinten betalált része, hogy ettől nem tudok most még megszabadulni. Úgy látszik, hogy elég ilyen konzervatív típus vagyok, és amit megszerettem, azt hogy nehezen ereztem el. Úgyhogy a satányt hoztam ki most első helyen, és kíváncsi vagyok a ti véleményetekre. Szerintem, hogyha ezt a listát közösen bővítgetjük, a szavazatokat, ahogy dobáljátok majd ebben a közvéleménykutatásban, szerintem azért eléggé határozott képet tudunk majd arról alkotni, hogy mi a magyar véperek kedvenc dohányos aromája, úgyhogy remélem, hogy számomra is lesznek ebben meglepetések, amelyeket eddig még nem ismertem, és hát természetesen itt a videó alatt kommentben meg is indokolhatjátok azt, hogy miért éppen az adott dohányos aromát szeretitek a legjobban. Nagyon sok videóval készülök még a jövőben, többek között itt van az én szeretett, drága, aranyos kis Brünnhildém, aki nagyon bejött, nagyon kellemes ízeket produkál, ez a német tervezők által Kínában legyártott csodálatos kis RDTA, úgyhogy róla is lesz majd egy részletesebb videó, és még nagyon sok egyéb tartozásom van felétek, többek között a Merlin Nanót sem mutattam még be, de hát ez a karácsony, ez kegyetlenül hajtós volt, jöttek a vendégek, keresztülkasunk, nem volt egyszerű életem. A föld kerek, éljenek a véperek.
boldog új évet előre is mindenkinek.